Na, majdnem összeszedtem. Na. Egészségedre, Balázs. Nézd, egészségedre. Ebből egy ilyen beatbox szempelt lehetne felvenni gyakorlatilag. Meg igen. Igen, és akkor ez lehetne egy alap, egy új slágernek. Igen. Csak közben kell mondogast, hogy Nike, meg Michael Kors, és akkor így, tudod, így pörög. Meg Balenciaga. Most az a menő. Az van, hogy úgy van, hogy most így sokkolják, tudod, egy ilyen nagyobb fajta külső aksival a zacskóját az embereknek, és akkor azt ordibálják. Ez lett az új trend egyébként. Nyilván az, hogyha valamit utánozni kell, olyan kurva jók vagyunk benne. Hm? Hát, mert nem, és nem csinálják. De Rubik kocka 8 nincs. Igen. De az baj van azok, hogy pedig amúgy ezt kell csináljuk. Lehet. Mit? Ilyen hülyeségeket, ilyen fasságokat. Az a baj, hogy azért nem kéne azt csinálni, mert nem személyazonos, nem szeretném csinálni. Te szeretnél mi? Hát egy-két dolgot szívesen kiparodizálni, mint tegnap, amit néztük. Nagyon-nagyon langyos témára érkeztünk, szó szerint. Langyos? Nem. Igen. Vannak olyan tartalmak a magyar YouTube-on, amivel lehetne foglalkozni, maradjunk ennyiben, de mivel mi híresen PC-k vagyunk, igen. Ezért nem foglalkozunk vele, mert annyira kemények vagyunk, hogy félünk. Igen. Maradjunk annyiban, hogy nem vagyunk buzik, ezzel nem csinálunk olyan tartalmakat. De te most ezt a szót, ezt most milyen értelemben érted? Pozitív. De hogy... Nem. Tehát, nem így értettem. Tehát, hogy... Jani, ez most így elég erős volt így reggel, gondolod? Azban igen, lehet. Lehet? Egy óra múlva már nem lett volna ennyire erős. Nem. Egy kezdésnek az volt. Jó van, na hát most ez van. De mire gondolsz? Tehát, hogy nem vagyunk mondok, gecik? Vannak olyan nem vannak olyan tartalmak, amikhez lehet, hogy... Hogy is mondjam, kicsit melegebbnek kell lenni ahhoz, hogy megcsináld. Ennyit, csak ennyit erre gondoltam. És nem vagyunk olyanok, és ezért nem vagyunk olyan beállítottságúak. Hát, öcsém, erre nem voltam felkészülve, hogy őszinte legyek, de oké, értem. Mert tudjátok, hogy van ez, hogy a PC-ség az alapvetően hozzá tartozik, hogy ugye... Én maxa is a PC vagyok, ettől függetlenül. Én értem ezt, Jani, hogy ezt mondod, de ez nem, még mindig nem túl PC megfogalmazás, mond, sőt. Jó, na, akkor... Ne! Nem lesz, hanem nem kérdődik. Hagyjuk, menjen mellette, hagyd ott az út szélén, ne foglalkozz vele. Most már elhagyjuk, tovább bevezünk. Igen, alapvetően nem is akartam amúgy ebbe így belemenni, csak gondoltam, így teszünk egy kanyart, nem azt, hogy belemegyünk az árokba, de na mindegy, ez van. Ez van, srácok. Alapvetően mondom, hagyjuk ezeket a tartalmakat. Azt már kiveséztük egyébként, hogy alapvetően a buzi szó az miből ered. Igen. És hogy kikre használták ezt a szót annak idején. Akik piszkálták a másikat. Buzerálták. Igen. Így. Én tudom. Igen. És na mindegy, bizonyára erre vonatkozott az utalás. Igen. Pontosan így van. Na most mi van? Jani, nem először kerülünk olyan szituációba, amikor nem 100%-osan érzed át a helyzet súlyát, de nem gond. Nem gond. Figyelj, Pisti, tovább megyünk ezen a dolgon, átlendülünk, mint egy kis hintán, hát ha nem pördül körbe, és kész. Ma nem láttam a motoros bácsit, srácok. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, amúgy, boldog keddet, mint olyan. Elcsapunk erről a témáról, mert el kell csapnunk. Jó. Tegnap láttam egyébként, hogy többen kérdeztétek, hogy mi volt az érdi balhé. Ez nagyon fontos, én nem tudom. Én sem. Nem vettem részt ebben. Ha jól tudom, legalábbis amilyen vezércikkeket olvastam, 12 ember tartóztattak le ennek kapcsán. Aha. Agresszióba torkollott egy, mondom, csak főcímet olvastam, egy szakítás utáni elszámolási hajlandóság. Az igen. Tehát, hogy ugye elváltak útjaik egy párnak, és néhány komolyabb szóváltás után megpróbálták tisztázni azt, hogy ki milyen anyagi szinten vett részt a kapcsolatban, és ennek esetleges vissza vagy vissza nem térítését igénylik. És az ebből származó gyakorlatilag nézeteltérésből lett ez a tömeg probléma. Hogy lett ebből tömegverekedés? Igen, tehát konkrétan a lagzi árát követelték vissza. Ja, értem. És hát gondolom, ugye erre nem volt meg a hajlandóság, és ez agresszióba torkollott. Elég sok embert letartóztattak, elég nagy balhé volt. Legyen ennyi elég, aki nem tudta, hogy miről van szó. Engem annyira nagyon nem rázott meg ez a dolog, mármint olyan szinte, hogy elolvastam így a főcímet, hogy aha, hát én nem tudom, hogy ez az ország melyik részén történt. Tudom, hogy érdem. De errefelé ez elég gyakori. Hát van ilyen, igen.
csak így lerendezik maguknak. Na mindegy, de ez van. Lerendezték. Igen. Az az igazság, hogy, hogy őszinte legyek, a közösségi média ezen is rontott. Nem a hírek kapcsán, amit ugye leközöltek róla, hanem amire ők használták. Tehát egy, ha belegondolsz, vagy visszaemlékszel, az elmúlt egy évben nem először fordul elő olyan, hogy ilyen közösségi médián keresztül spanolják egymást ezek az emberek, meg üzennek nyilvánosan egymásnak, tudod? Feltölt Facebook Live-ba küldtelek el a kurva anyádba, ja, és akkor igen. Ezért szurkálnak meg, meg ilyenek. Még volt az a koncerten lévő gyilkosság is, ő is Facebookon jelentette be, hogy megyek oda, azt meg fogom ölni, meg minden. Szóval tök durva, hogy így, érted, hogy így erre használják az emberek ezt a közösségi médiát, és amúgy az a durva, hogy elég durván ilyen katalizátor hatása van. Hát az. Mert elmerik, hogy érted, nem elég, hogy kibasztál velem. Feltör Facebookra! Látta a mamám! Érted, és akkor így megy a izé. Látta a mamám. Úgyhogy elég durva. Egyébként, ha bármit így megpróbálok leszűrni ebből a történetből, az az érdekesség része, hogy így elég durván részt vesz benne a közösségi média mostanában. Teljesen. Mert hát mire való a Facebook? Hát meg azon keresztül hívják a tetyákat. A Face-en? Hát jöjjenek még többen verekedni. Ja, az lehet? Hát azért mondom, persze. Az gyűjtő oldal az egyébként. Én nem tudom, ja, érdekes, de mondom, a cikk kapcsán olyan nagyon sok minden nem merült fel bennem, csak így ez. Hogy ma megint így Face videókba pörgeted? Érdekes. Nem tudom egyébként eldönteni, hogy most kinek volt igaza, nyilván már nem ismerem a történetet, de... Én sem tudom, de azt írta valaki, hogy sajnos meg is halt valaki. Uh-huh. Elég komoly agresszióba torkollott ez a dolog. Hát ez sajnálatos dolog. Nem tudom, hogy csináltak el semmit, én kétlem, de agresszióba torkollott. Nem az hiszem. Az igazság, hogy tényleg az alapvető indulatokat egyébként nagyon durván felerősíti a közösségi platform. Mert még értem, még alá lő a paraszt egy kommentet, meg oda nyomja a lájkot, a kurva anyját, az ujját is levágom, tudod meg, mit tudom én, szóval pörgeti a cuccot. Jé, tényleg, egyébként nem akarom tovább borzolni a korábban elég durva kedélyeket borzolgató témakört, de kikerültek a George Floyd ügyben a testkamera felvételek. Na. A rendőröknek a testkamera felvételei. Igazából bírálni nem akarom azt, amit láttam, mert nem akarom bírálni, mert alapvetően a helyzeten akkor sem változtat. Uh-huh. Ez a dolog, legalábbis szerintem. Viszont a körülmények nem teljesen annyira egyoldalúak, mint ahogy azt a média közölte, de az az igazság, hogy szerintem ez nem meglepő. A legtöbb esetben ez így van, hogy a dolgok általában árnyaltabbak annál, mint ahogy kisarkítja a média ezt a történetet. Az egész felvétel megtekinthető, mint olyan, nem teljesen igaz az, hogy nem volt ellenállás a részéről, nem teljesen igaz az, hogy 100%-ig együttműködő volt, stb. Tehát nyilván lehetett látni itt dolgokat. Uh-huh. Ez nem indokolja az eljárást, viszont amit én láttam, hogy attól függetlenül úgy egész sokáig viszonylag türelmesek voltak a rendőrök. Utána pukkant el egy kicsit a dolog. De mondom, ez nem indok arra, ez nem indokolja azt, hogy meg kell ölni valakit. Igen, igen, mert azért a végén az, tehát, hogy is mondjam nektek, tehát amiből ugye gond volt, az már emberség, hogy odafigyelsz annyira, akárki legyen az, meg akármennyire felbaszta az agyadat, hogy nem folytod meg. Tehát... Én annyit, esetleg annyit tudnék még így elmondani róla a felvételek alapján, hogy ez az ember nagyon nagy volt, és ezt tudjuk, hogy így nem tudom, hogy köze lehetett-e a túlzott erőszak használatnak ahhoz, hogy gyakorlatilag minden időpillanatban úgy néz ki, mint hogyha tudod ezt a négy rendőrt, mint így a kezedből egy ilyen marék vizet így szét tudna köpni. Úgy, ahogy van. Ami azért elég durva. Nyilván lehetett tudni ezeket a dolgokat, csak ugye más volt látni ezeket a felvételeket, meg minden. Hát persze más. Úgyhogy, ja, elég érdekes volt ezeket így látni, mondom, az egész dolog olyan... És ott az egész megvan, ahogy oda mennek hozzá, meg... Hát így a testkamera felvételeket, úgy amennyi látszik, ahogy beteszik az autóban, meg a másik oldalon kijön, ahogy, ez is érdekes. Ó. Hogy én azt hittem, hogy ezt a rajtot nem lehet kinyitni, de ezt ők tudják, nem tudom, biztos tudott valami trukkot, vagy mit tudom én. Igen, elég csúnyán kábítószer hatása alatt állt az ember, de mondom még egyszer, ez nem változtat a tényen. Uh-huh. Ami történt, csak olyan érdekesség, mint olyan. Van, akit megerősít abban, amit gondolt, van, akit meglephet, nem tudom.
nem tudom, de ugye a legtöbb ilyen magyar híroldal megosztotta ezt a dolgot. És ott meg is lehet nézni. Aha. Egyébként. Másik dolog, ami érdekes lehet, hogy ugye most elég szar helyzetben van alapvetően a TikTok. Amerikában ugye be akarják tiltani, mert egy kínai kémgeci alapvetően, illetőleg ugye a legtöbb, tehát az amerikai, a kurvasok bevételt termelnek Kínának, és ez nem tetszik sok mindenkinek. Többek közt Mr. Trump természetesen ugye ez ellen van csúnyán, és ami érdekes ezzel kapcsolatban az az, hogy tehát, hogy elméletileg, hogyha egy amerikai cég megvásárolja a TikTokot, akkor maradhat. Igen. És az a durva, hogy az amerikai elnöknek ehhez joga van, hogy ezt így kérje. Uh-huh. Igen. Igen, és kiszemelte a Microsoftot, mint olyan. A Microsoft érdeklődik, hát ugye a Microsoft, ha mindent megveszünk, azt majd lesz valahogy cég, igen, ugye? Igen, igen, igen. És ez tök durva egyébként, hogy igen, mert így a bevételei, tehát a bevételei nagy része, ugye, hát az adó után, igen, úgymond az Egyesült Államoké lesz, szóval nekik érdekük, hogy ez így legyen. Igen. Meg ugye tudják kontrollálni, hogy milyen adatokat gyűjtenek be az emberektől. Igen. Tehát ezért lenne fontos ez. Igen. Én magát a platformot abszolút elítélem a vére aljáig. Mondom, mi is beszélgettünk róla, egyáltalán érdemesebb vele foglalkozni, és gyakorlatilag 5 perc után, amikor megnéztük, hogy mi a helyzet a TikTokon, azt mondtuk, hogy a büdös kurva életbe soha. Nem a mi világunk az. De mondom, nekem csak az volt érdekes, hogy ugye, tehát ilyet lehet. Tehát ilyet fel tud dobni az elnök, hogy betiltja az applikációt, hogyha nem amerikai tulajdonban van. Ez durva, nem? Ja. Nagyon durva, de ez így van. Egyébként fent van az egész sajtótájékoztató, kit érdekel, meg lehet nézni. Én pont, mikor feküdtem le, akkor volt a sajtótájékoztató aludni, mert tegnap, és én pont belenéztem. Igen, tehát gyakorlatilag... Mondta, hogy I don't really care. Mondta Trump, annyira jó. TikTok. Nem érdekel kiveszi, mert csak valaki vegye meg. Az a durva, hogy ugye most gyakorlatilag a tulajdonosai a TikToknak bazasztóan nehéz helyzetben vannak, mert ugye most piacilag ez hogy néz ki? Ez úgy néz ki gyakorlatilag, nagyon leegyszerűsítve, hogy most ők vagy kapnak egy rahedli pénzt, aztán mennek és csinálnak egy toktiket, érted? Vagy, egy toktik. Vagy egy kotkitet, tök mindegy. Vagy megmaradnak TikTokként, és elveszítik az amerikai piacot, ami nem két ember. Bizony, ezt mérlegelniük kell. Bár az az igazság, hogy lehet, hogy ebben benne lesznek amúgy. Én nem tudom. Érdekes. Érdekes, hogy mert azért, na, tehát tényleg óriási az a piac. Óriási a piac, illetőleg ugye elég komoly influencer rendelkező emberek tolják a TikTokot. Valószínűleg a másik az, hogy ugye rettentő nagy, hogy is mondjam, ráhatása van Amerikának ugye a világra, és valószínűleg ebben a döntésében a Trumpot más ország is követni fogja utána. Tehát ezért baromi nehéz döntés előtt állnak a tulajdonosok. Nem tudni. Ha jól tudom, igen, itt írtátok is, köszi szépen, hogy 45 napja van azt hiszem a Microsoftnak megfontolni ezt a dolgot. Ja. Hát gondolom, annak abból a 44 nap a cég átvilágítás lesz. Hogy és így, egy nap alatt eldöntik. És egy nap alatt eldöntik, hogy lehet, hogy gond lesz. Na mindegy, de na. Nem tudom, hogyha tényleg igaz az, hogy annyira benne van a kínai párt, vagy nem tudom, hogy mondjam, mint amennyire mondják, és egy kínai állam, amennyire mondják, szerintem simán megfontolják, hogy hagyják az amerikai piacot a picsába, amúgy. Igen, csak nem mondom, tudom. Az a baj, hogy nagyon nagy. Hát nagy. Nagyon-nagyon nagy az amerikai piac, illetve ugye hát nekik szükségük van arra, hogy az amerikaiak nyomkodják a TikTokot. Ha értitek, mire gondolok. Ennyi nagyon értékes van számukra azt, hogyha az amerikaiak nyomkodják a TikTokot. De akkor ennek vége lesz. Tehát ennek a jó világnak, hogy most itt minden adatot lenyúlnak, hogyha megveszi a Microsoft. De legalább kapnak egy csomó pénzt. De kapnak egy csomó pénzt, igen. Igen. Érted? Amiből beépített dróngyerekeket tudnak telepíteni az államokba. Valószínűleg ez lesz a mondjuk. Igen. Szóval, ja. Nagyon-nagyon érdekes. Hogy hogyan tud alakulni gyakorlatilag egy ilyen applikáció. Alapvetően egyébként
ugye a Huawei is hasonló okok miatt van gyakorlatilag egy ilyen érdekes pozícióban. Igen, még mindig ki van bannolva? Én úgy tudom, hogy még mindig ilyen szürke állományban van. Nem, de már lehet vásárolni, csak az ilyen szolgáltatóknál nincs. Tehát mint a Verizon, meg a mi az, Telekom, vagy mi van, a T-Mobile. Igen. Szerintem ott nem lehet venni Huawei-t. De lehet, hogy így... Igen, de az is hasonló okok miatt van gyakorlatilag így, hogy is mondjam, visszatartva. És elméletileg ugye így is úgyis az lesz a vége, hogy no. Ja, talán nagyon rajta van ezen a Chinese. Nem szereti a Chinese. Tök érdekes egyébként, hogy voltak felmérések erről. Pont most hallgattam egy műsort, amiben kitértek erről, hogy ugye... Több esetben ugye Trump nyilvánosan hívta ugye a COVID-19-et Chinese virusnak. Kínai vírusnak, igen. Kung flu-nak is volt olyan, hogy volt erről szó, igen. Meg minden. És hogy nagyon durva, hogy milyen szinten keltett gyűlölet hát az emberekbe ne? Ezekkel az állításaival, a kínaiak és egyébként alapvetően az ázsiai hogy emberek ne? Ellen. Úgyhogy ez gyakorlatilag elég durván... Hát de nem mindig ez a következménye. Igen, elég durván influencer ez az egész, de ki ez egy ilyen hadjárata, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon sok nem annyira esélye szeret, van a Huawei-nek. Nem annyira szereti arra felé a kínaiakat. Az már egy másik kérdés egyébként, hogy mennyire... Tehát, hogy mik voltak bizonyítva egyébként erről az oldalról. Tehát, hogy mi volt az, aminek okán... egyáltalán gyanúba keveredtek ezek a cégek. Uh-huh. Mert van mögötte azért baj. Ja. Igen. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz. De én nem is tudtam, valaki írta, hogy Angliában is ki van tiltva Huawei. Én azt nem tudom. Én nem tudtam. Én azt nem tudom. Sziké, nyilván ez azok is benne van egyébként, igen, hogy azt tudjuk, hogy kibaszott nagy 5G infrastruktúra gyártó Huawei, és ebből a versenyből őket ki akarták dobni. De alapvetően akkor volt a nagy probléma, amikor ugye kiderült, hogy mekkora része van a kínai államnak a Huawei-ben, és hogy ugye több vezetőt letartóztattak a Huawei-től, akiket ilyen mindenféle vádakkal hát igen. vádoltak meg, nem Kínában, és erre volt az első reakció egyébként, igen. Angliát is bukta? Jó, hogy bukta Angliát is, Huawei, ne basszatok már fel! Figyeljetek, most ezt értitek. Mindenek megvan az oka. Maradjunk annyiba. Igen. Tehát az, hogy gyakorlatilag adatokat... na mindegy. Ezt, igen, hát nem ugye a Google is elhatárolódott, stb. Igen. Tehát na, ezekből vannak problémák, mint de olyan. Nem baj, mert jön a saját store-ed, na meg is jelent. Tehát a saját store annyira jó, annyira jó. Jobb, mint a Google-nek a Play Store, esküszöm, Huawei Store. Uh-huh. Annyira zsír. Uh-huh. Láttam, tényleg kurva jó. Aha, az 5G kiépítésből bukta Angliát. Értem. Ez nagyon fontos, srácok, ezt meg kell értsétek, félre ne érts, Zsombor, a Huawei nem egy telefon, tehát ez nagyon fontos. Nem, ez egy nagy márka. A Huawei az egy óriási nagy telekommunikációs cég, ja. Akik gyakorlatilag, tehát inkább voltak a bögyibe a világ sok pontján a kormányoknak, illetve a cégeknek, azzal, hogy ugye magát az infrastruktúrát alakították ki, tehát ugye a nagy antennákat ők telepítik, stb. Tehát ők felügyelnek, ugye a T-Systemsnek is fő partnere volt, ugye hát eszközökben, stb. Mindig is, igen. Ja, ilyen hálózat építésben ott volt. Igen, tehát az, hogy most valakinek Huawei telefonja van, az édes mindegy. Tehát az nem ez a lényeg. Itt igazából az a márka ellen irányul. Igen. Nem is tudom, a Telekomnál, vagy UPC-nél adtak annó ilyen Huawei modemet? Vagy a Telekomnál Huawei... biztos, mert én ha jól tudom, akkor valóban a T-Systems így eszközszinten is ugye sokszor velük dolgozott, amivel nincs amúgy alapvetően semmi baj. Mindegy, így volt egy kis poloska. Dehogy volt. Dehogy volt poloska. 5G antenna volt benne, ami sugárzott. Csak mondom. Nem, igen. Csak viccelek, nem volt. Igen. Hát na, ez egy ilyen kör. Ugye az a piac stratégia, amit a mobiltelefon oldalon folytatott a Huawei, az meg egész egyszerűen zseniális. Én komolyan, tehát én, mint oly sokszor, én kirögtem a belem az embereket. De komolyan, hogy képesek voltak elültetni az agyukba ezt a nézd, fele annyira adom ugyanazt a telefont, mint a többi gyártó, és 3 évvel később nézd, másfélszer annyiért adom ugyanazt a telefont, mint a többi gyártó, és azt is megvették. Persze, működik. Óriási. Amúgy zseniális a marketing. Zseniálisan csinálták, a fullos agymosás, és jól csinálták. És az a durva, hogy még
azon túl, hogy mik, ki nem derültek ugye most a Huawei-ről, mostában a Huawei-ről, még így is vannak olyan emberek, akik megveszik. Nagyon durva. Figyelj, nézd, most vannak, akiket ez egyáltalán ja, persze. Csak most volt például, ez is egy tök érdekes dolog, most volt egy, ugye, tehát úgy néz ki, hogy lesz vakcina. Igen, a Covid ellen. Igen. Tavasszra elméletileg el is készülhet, és kereskedelmi forgalomban kapható ilyen komerciális termékként is jelen lesz már. És csináltak felméréseket különböző helyeken, hogy ki az, aki beoltatná magát Magyarországon, ha lenne vakcina. És közel 70% nem. Na de durva. De most ez is olyan, hogy így... Hát végül is... Nem tudom. Erre nem tudom, mit mondjak. Érdekes. De most érted, ez ugyanaz a tudat, hogy én nem láttam Covid-ot, nem mondottam meg magam kapben, ez az egész egy hülyeség. Ugyanúgy a Huawei is nagyon sokan azt mondják, hogy miért a fasz ja, bánom én, hogy izé kémkednek Amerikában, szarom persze. Le. Érted? És így cső. Igen. Igen. Nem érdekli az embereket ez. Igen. Jó, mondjuk az átlag embert amúgy azt tudja, hogy... Vagy nem is hallott ezekről. Azt azért tegyük hozzá. Ezekről tényleg csak az olvas, aki egyetlen követi a tech híreket. Igen, ugye ebben benne van egyébként a vakcina ellenség is, már bocsánat, hogy most arra gondolok. Ja, most igen. Sok szinten, de hát na, Istenem. Hát ja. Amúgy, most viccen ki most erről most a Covid-ról jutott eszembe. Rátaláltam egy új YouTube csatornára, teljesen mindegy, hogy melyik. A lényeg az, hogy egy fotós srác járja be így a városokat, és... Volt egy rész, ahol Chicagóban volt a Covid idején, és ilyen üres utcákat fotózott, és ja, kurva igen. Jó. Ez annyira, tehát értsétek, hogy a kurva jót, úgyhogy kurva jól néztek ki a képek, hogy nem voltak emberek az utcán, nagyon durva. Én nem is gondoltam, hogy ennyire meg... Tehát tényleg így jó volt úgymond első kézben látni, hogy mennyire, hogy is mondjam, komolyan vették az amerikaiak ezt a dolgot. Igen. Ez nagyon durva volt, tehát ilyen délután 4-5 órakor kiment egy ilyen Chicagónak a fő utcájára, és így 3 ember sétált rajta is. Nagyon, nagyon kemény. Igen. Nyilvánvalóan én nem, tehát én nem azért mondtam ezt, mert hogy aki nem oltatja be magát, az hülye. Én is elgondolkodnék amúgy rajta több ízben is. Különösen, hogy ilyen évenkénti ismétlődésű ez a vakcina, tehát nem az, majd beoltatod magad, és akkor immunis leszel, amíg élsz. Ugyanúgy, mint az influenza. Hiszen ugyanaz az a csoport, hiszen az is koronavírus. A másik meg az, hogy igen, most az első vakcinákkal a faszom tudja. Nem tudom, láttunk már olyan vakcinát, amitől bajod lett. Nem tudom, az emberek kételkednek ezekben a dolgokban, amit egyébként én nem csodálok, de ezt azért hoztam fel ezt a példát, hogy ez ugyanúgy így olyan természetes dolog, mint hogy azt mondja valaki, hogy Huawei, itt ezt olvasom, itt azt olvasom, ezek a hülyék ezt mondják, azok a hülyék azt mondják, ja, nekem jó az a telefon, megveszem azt csá. Tehát nem kell azon csodálkozni alapvetően szerintem, hogy mindig vásárolják őket, mert a legtöbb embert ez nem érdekli. Érted? Kénykedjenek az anyjuk picsájára, mit bánom én? Amúgy, ja, ez is benne az Android is azt csinálja. A TikTokot is használják az emberek. Igen, tudom. Mondom, alapvetően az Android is ezt csinálja, az most nem érdekel senkit, ja? Mert azt gondolják, hogy Google a olyan Google alapvetően, igen. Ezt csinálja. Gyűjti az adatokat. Most én egyébként mondtam nektek, hogy tesztelem azt a tabletet. Mondtam Janinak is, hogy én amúgy ilyen nagyon, tehát ilyen nagyon érdekes dolgokkal találkoztam. És ugye most már ugye az iOS oldalon is, ugye nekem a 14 beta van fent, és most már ott is megkérdezi, hogy mi van. Uh-huh. Ott mondjuk ilyeneket még nem láttam. De mondtam Janinak is, hogy egy Play Store-ban letöltött játék, tehát egy játék. Ráadásul nem is egy ilyen free-to-play game, amit az Android Play Store van, hanem egy fizetős játék. Egy ilyen egy price-os, tehát nem olyan, hogy most $5 és akkor van benne in-app purchase, hanem egy fullos, mit tudom, egy ilyen 3490 forintos játékról beszélünk, amit megveszel a Play Store-ba. És amikor először elindult Androidon, ugye feljön alulról a cucmi, vagy cucmuc, hogy mit engedélyezel neki. Aha. Nyilván ki tudod kapcsolni. Miért akar egy ilyen game, és ez full komoly, az első ilyen volt, amivel találkoztam, a teljes névjegyzékethez hozzáférni. És értem, hogy ki lehet kapcsolni, de ugye sokan tovább nyomnak. De hogy ez normális dolog? Hogy én ezt más eszközön még nem láttam. Nagyon durva amúgy. Ilyet. Hogy így? Hogy miért? De ti is láttatok már ilyet? Biztos, hogy láttatok már ilyet, mert más app is biztos persze, csinálja. Persze. Mert érted, mert mit tudom én, hogyha letöltesz egy applikációt, ami a névjegyzékedet szinkronizálja a tudom én, Twitter accountoddal, vagy a Facebookkal, és ilyet kérdez, oké, hát persze, hozzá kell férjen, faszomat érdekli, érted? Rendben van. De egy játék, aminek mondom még egyszer, egy egyszer fizetős, nem reklámos, tehát nincs benne reklám, semmilyen, egy ilyen full indiferens dolog. Szerintem amiatt, hogy tőle meg tud hívni a barátaidat játszani, amiatt kérte amúgy. Több, mint valószínű.
Hogy nincs ilyen in-game, tudod, ilyen friends, hanem... Abban nincs ilyen opció. Nincs? Hát mondjuk akkor nem értem. De fura, nem? De amúgy, furcsa. De amúgy tényleg nagyon fura, na. És rendben van, hogy ki tudod kapcsolni. Tehát a kikapcsolat, kikapcsolat, hát persze, nem tudom, mit történik, hogy kikapcsolom. De nyilván bízunk benne, hogy kikapcsolja, de azért nagyon érdekes, nem? Hát hogy ilyenek vannak, nem tudok erre mit mondani. Ja, ja, ja. Jó, hogy ismerősöket keres, akik ezzel játszanak. Aha, értem. Uh-huh. Lehet. Igen. Ettől függetlenül higgyétek el, hogy nem mindenki megy, hogy is mondjam, ebbe bele. Ja, hogy aha, értem. Érdekes. Érdekes, hogy ennyi adatot elkenek. Viszont az új iOS 14-ben van már ez, hogy látod, hogy mikor használja a kamerát, meg a mikrofon. Igen. Az rohadt. Ez Androidon nincs? Ez Androidon most megjelent egy app, ami tudja, azt ja, olvastam. Értem. Igen, igen. Még most hivatalosan nem tudja gyárilag. Annyiban, srácok, hogyha nagyon, néztétek, ez nem kontra, meg nem iOS faszokkodás, csak mint funkció érdekesség, hogy képzeljétek el, az van, hogy az iPhone-on itt fent ezen az oldalon, itt a térerő kijelző fölött egy pici pötty világít zölden, oder narancssárgán, annak tükrében, hogy az adott applikáció, amit elindítottál, használja a kamerádat és a mikrofonodat. És hát ugye elő tud fordulni az, hogy elindítasz valamit, ami szerinted nem használja a mikrofon, de ott világít is narancssárga, hogy látod, hello, hello! Hogy mikor, mit használ. És akkor el tudod dönteni, hogy használod-e azt az applikációt, vagy sem. Érdekes. Én mondom még egyszer, ezt nem kontramondtam az Androidra, csak olyan fura, tudod, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből is, meg hova fejlődik, hogy meddig tudják csinálni ezt a játékok. Uh-huh. Vagy mióta csinálják. Mert most már tudva levő, és már nem csak pletyka, hogy a mikrofonodat használja nagyon sok minden. Mire? Hát igen. Jó kérdés. Mire használják a mikrofonodat? Érdekes, nem? De ezt jó látni, meg mondom, a androidos készülékre is megjelent egy ugyanilyen. Igen. Egy ilyen kis kiegészítő, amivel ugyanúgy látod felül, hogy valami használja a mikrofont vagy a kamerát. Igen. De nagyon durva amúgy. Igen, nagyon durva, ha belegondoltok, hogy használtok egy applikációt, ami a legjobb tudomásotok szerint nem használja a mikrofonotokat, és ott világít ez a kis bígyú. Hogy az mit néz? Hát nyilván nem arra kíváncsi, hogy milyen zenét hallgatsz a háttérbe, hanem hogy mit mondasz közben. Hát igen. Igen. Érdekes. De mindegy, ez van. Most ezek olyan dolgok egyébként, hogy rossz belegondolni, de mióta léteznek ezek az eszközök, ez van. Csak eddig nem láttad. Na, persze. Azt akkor most mit zavar? Na úgy, az is lehet, a fejlesztő véletlen benyomta a pipát. Hát nem. Igen, úgyhogy mondom érdekes egy dolog. Úgy látszik, hogy mind az Android, mind az iOS oldalról lépéseket tettek, mert ugye nagyon csúnyán baszogatva voltak az adatkezelések okán a nagy cégek, és ennek okán ugye elfogad az általános szerződési feltételeket, és most már abban benne van, hogy neked látnod kell az iOS 14-ben és az Android 10-től felfele, azt hiszem, hogy mikor mit csinál az app. Legalább egyszer, hát, amikor elindítod. Szerintem az Android-nál már régebb óta van ez. Bizonyos dolgok, ja. De ott sem minden volt. Lehet, de azt már régóta kérdezi, tudod, hogy mit fog használni. Mert amikor feltelepítesz egy valamit az Android Store-ba, akkor is kiírja, hogy miket fog használni. Előre, igen, de most már, mikor indítod az appot, és nem most már, az is volt eddig is, de nem mindent indított. Mindent. Úgyhogy ja, teljesen új cucc lesz, a Google-t is megbüntették, de nagyon-nagyon ocsmányul az adatkezelés miatt. Úgyhogy ja, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi adat van a puttonyba. Igen. Kíváncsi leszek. Vinkusz, ez nem naivság, ez így van. A célzott hirdetések kapcsán hallgat le a telefon. Ezért van az, biztos, hogy láttátok, hallottátok, mi is beszéltünk már róla, hogy néha olyan reklámot dob fel neked a Facebook, amire nem kerestél rá, csak beszéltetek róla. Van ilyen. Nem 10 ember tudja ezt konfirmálni, ez nem legenda. Ez így van. Úgyhogy igen, ez a hirdetések miatt van. Ja, persze. Persze. Hol tárolnak ennyi adatot? Hát megoldják, higgyétek el. Meg nem minden esetben van tárolva, nem biztos, ez a tárolja, dolog, igen. Hanem úgy képzeljétek el, hogy van egy óriási giga mega adatfolyam, amit ugye egy AI folyamatosan elemez, és ő kigyűjti belőle az adatot, utána megy a levesbe. Csak az adat, amit kigyűjtett belőle,
tehát ugye nyilván több helyet foglal egy hangfájl, amiben benne van az, hogy azt mondod, hogy cookie, mint leírva, hogy cookie. Persze. Tehát valahogy így képzeljétek el, de ez nagyon béna ja. megfogalmazása volt, de így képzeljétek el kb. Hogy ilyen simán szkiba van. Úgyhogy ja. Simán van ilyen, ja. A kulcsszava kellene csak. Pontosan. Pontosan. Igen. De mondom, ez nem egy újszerű dolog, annyi az egész, hogy gyakorlatilag most már látjuk azt, amikor ezt végzi egy applikáció. De legalább ennyi. Így látjuk. És ezt úgy képzeljétek el, hogy ennek az a lényege, hogy ugye tehát a legtöbb esetben a probléma, ezt már mondtuk sokszor, az ilyen jellegű húzásokkal, technikai megoldásokkal, stb. az, hogy a vásárló nem kap teljes körű tájékoztatást, és ezáltal nincs teljes körű opciója. Most lesz. Mind Androidon, mind iOS-en. Ha te azt látod, hogy a kedvenc, mit tudom én, banánturmix ajánlós applikációt lehallgat téged a reklámok okán, akkor szépen letörlöd az appot, és mész tovább. Ennyi. Ennyi. Tehát ez a különbség a között, amíg nem csinálta ezt az iOS, és a között, amikor már csinálja. Ja, hogy ja. ugyanúgy lehallgatnak a faszomba, csak most már mivel tudod, dönthetsz úgy. Hogy letörlöd a picsába. Igen, és dönthetsz úgy is, hogy leszarod, neked az applikáció annyira tetszik, hogy fosol bele. Hallgasson le, bányafaszom. A lényeg az, hogy tudjanak róla az emberek, és tudják saját maguk eldönteni. Ez volt gyakorlatilag ugye a battery gate, csak hogy mondjak más ilyet, az Apple-től például. De amúgy az Nvidia, AMD oldalon is rengeteg ilyen példa van. Ugye az Apple-ről kiderült, hogy szándékosan lassítja ugye a régi telefonoknak az órajeleit azért, hogy az akkumulátor tovább bírja. Érted? Legalábbis ők ezt kommunikálták le, mint indok. Egyébként ez benne van, hiszen nyilván tudjátok azt, hogy mondjuk mit tudom én, egy 4-5 éves iPhone-on ugye a legújabb iOS, komolyabb animációkat használ, sokkal másképpen nyúl a rendszerhez. Ugye maguk a honlapok, a weblapok és az applikációk is ugye nagyon sokat fejlődnek, és több energiaigényel rendelkeznek, és így próbálták kompenzálni azért, hogy el tudják mondani magukról, hogy egy régi iPhone is még mindig bírja. Nem azzal volt a baj, hogy ezt csinálták, hanem az, hogy nem mondták azt a felhasználóknak, hogy hello, itt van a beállítások, és ott egy gomb, amivel ezt be meg ki tudod kapcsolni. Hát már az elején így kellett volna. Igen, ez elején így kellett volna, és hogyha ez történt volna, akkor a kezedben van az opció. De mivel ráderöltetik ezt a dolgot, így nem helyes. Mindig a kommunikációban van. El kell mondani, hogy bazen mi a fasznak csinálod ezt, és kész. És az emberen dönteni kell. És ez már egy jó dolog. Igen. Mármint, hogyha ezt valaki megteszi. Nézzétek, van nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen példa, pozitív és negatív példa. Ez van. Hát ja, de azért... Jó lenne, hogyha mindennel kapcsolatban így állnának hozzá a cégek. Igen. Kommunikálnának a vevőkkel. Nagyon fontos, Drez, hogy nyilvánvalóan nem vonhatod felelősségre az adott applikáció fejlesztőjét, vagy az App Store tulajdonosát azért, hogyha neked valamilyen olyan adatot kerül ki. Ott világít az a geci, tudod, hogy mit csinál az az app, és mégis használod, az igen. a te bajod. Ez a lényeg, ezért rád rakják ezzel a cuccot. Igen. Érted? Ha te továbbra is használod ezeket az applikációkat, akkor ez a te hibád. Ilyen egyszerű. Ja, ja, ja. De amúgy igaz az, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most ha tényleg megadja a lehetőséget, az Android is, meg az iOS is arra, hogy ha látjátok, hogy épp megy a mikrofon, le tudjátok tiltani. Igen. Nem kell letörölni az appot, letiltjátok a hozzáférést a mikrofonhoz. Igen, ez egy érdekes dolog, kész. Mert Sziké írja, hogy az Apple általános hozzáállása az, hogy ugye nem szakértőknek gyárt, hanem felhasználói élményt kínál, tehát ők majd vezérlik az embereket, és ezért nem mondják el ezt a dolgot. Igen. Ez a hozzáállás rendben van, és én valamilyen szinten pártolom is, mert ezért használják sokan ugye ezeket az eszközöket, mert egyszerű őket használni bolzasztóan. Viszont ez már egy olyan pont, amikor úgymond nem tudsz dönteni, te dönthetnél egy bizonyos dologról, és nem tudsz dönteni. Uh-huh. Egy olyan eszközzel, amivel már rendelkezel. Mert érted azt, hogyha fogja magát az Apple, vagy a Samsung, tök mindegy, és lekapja a jack csatlakozót a telefonjáról, az nem úgy működik, hogy érted, otthon ülsz, szépen hallgatod a jack csatlakozó keresztül a zenét, azt így hopp, ez csak eltűnik. A kurva anyátokat. Nem? Azt tudod előre, mielőtt megvásárod az eszközt. Igen. Ez úgy lett aktiválva software update-en keresztül a készülékekben, hogy te már rendelkeztél ezzel a készülékkel, tehát úgy történt egy változás a telefonodon, vagy úgymond egy beállítás változás, igen, hogy te erről nem tudtál. Mert hogyha, és akkor most ezt visszafordítom ilyen retrospektbe, hogyha te tudtad volna, hogy az Apple ezt csinálja a telefonjaiban, lehet, hogy nem veszed meg.
Ja. Tehát ezzel érveltek a vásárlói oldalról, értitek? És szerintem ezért igenis szorgalmazni kell ezt a dolgot, és tolni kell a gyártókra, legyen az Apple, legyen az bármilyen másik cég, bármilyen Androidos gyártó, vagy akár PC, hogy igenis legyen nyilvános és világos a kommunikáció. Tudják eldönteni az emberek. Ez van. Pontosan. Ez a különbség a között, hogy valaki hoz egy döntést, hogy eltörl egy standardot, vagy bármi ilyesmi, vagy egy olyan változtatást hoz, amiről nem tudsz. Ja. HGM lepocok, a Terms and Conditions-t senki nem olvassa el. Hát igen, biztos. Tudom. A senki nem olvassa el, de ugye az a legviccesebb, amikor ezek a nagy cégek ezt frissítik. És gyakorlatilag nem azt tudod elolvasni, hogy mit frissítettek ilyen összeszedve. Hanem az újat. Hanem ott az új. Tessék, 268 oldal, olvasd el. És akkor így, hogy hol van benne újdonság, érted? Lehet, hogy utána tudsz keresni amúgy, hogy mit változtattak benne, de akkor is. Igen. Viszont azért van az, hogy ameddig nem fogadod el a Terms and Conditions változtatást, nem tudod használni az appot. Ezzel ja. teszi rád ja. a Google, mikor mondjuk a YouTube-nak változik a Terms and Conditions-e, hogy, senki nem hogy rányomtál öreg, innentől kezdve ez a te szarod, nem az enyém. Jó. És nyilvánvalóan most, mint nagy cégeknél, profitorientált nagy cégeknél, nyilvánvalóan az a céljuk, hogy ők a te szaroddal nem akarnak foglalkozni. Ja. És ugye így lesznek az emberi százlábúak. Mint megtudtuk a South Parkból. A Microsoft a változtatást küldi el? Na! Na! Milyen jó már. Hát végül is jó. Jó, az tényleg egyszerű jó. Belolvasni. Mondjuk az alapot akkor se olvasta, de legalább tudod tudni más. Igen. Én a PayPal-en szoktam még röhögni, amikor megváltozik. Ott is az ilyen általános szerződési feltételek. Hát ez kész. Megváltoztattuk az általános szerződési feltételeket, és akkor ilyen 18 oldalnyi olyan jogi szöveg, hogy az életben azt mondta, hogy mi van. Jó, jó, ögri. Hát így hagyjuk. Igen. Na mindig beszéltünk sokszor már ezekről a dolgokról, srácok. Mondom még egyszer, ezt letisztáztuk már rengeteg happy hour-be, de talán mindig ezzel érdemes zárni, hogy ez ellen tenni nem lehet, hogy ez van, de tudjatok róla. Mert nem tudni róla, az butaság. Így van. Ennyi. Ennyi. Annyi tájékozódást szerintem mindenki meg kell tegyen, hogy legalább, mit tudom, meghallgat egy ilyen műsort, amiben beszélnek ezekről a dolgokról, mert tudni kell, hogy hogyan működik ez a dolog. Ja. Mert azért, mert ez egy új dolog. Ez egy olyan dolog, amivel ezelőtt 40 évvel nem találkozott senki. Akkor is voltak marketing próbálkozások, meg minden, meg rajta volt, hogy akciós a tej a napilapon, érted? Amivel beszűrték az agyadba, hogy azt a tejet vegyed, de a rádió nem csinált ilyet, meg a televízió se. Toltél reklámot, azt csá. Érted? De nem, de ezek mind új eszközök, amiknek el kell tenni egy generációnak legalább, hogy megszokjuk ezt az egész környezetet. Ja. Igen. Pontosan, ha nem tudsz, nem mentesít semmi alól. Ez egy örök dolog, srácok. Tehát ha megállít titeket a rendőr, hogy miért mentetek 70-nel egy olyan úton, ahol csak 50-nel lehet menni, ha azt mondod, hogy te nem láttad a táblát, vagy nem tudtad, hogy itt csak 50-nel lehet menni, az a te bajod. Igen. Ez ilyen? Az a fura, hogy mondjuk Windows-nál nincs ilyen. Milyen? Tehát mondjuk feltelepítesz egy játékot. Igen. Akkor nem kéri az engedélyt a mikrofonhoz, hogy használja például. Nem? Pedig... Értetek, lehet kommunikálni azon a keresztül is. Igen, nincs ilyen engedélykérés. Mondjuk, hogyha a Microsoft Store-ból telepítetek fel valamit, akkor lehet kiírja, hogy azt nem tudom. Azt nem tudom, de ja. A Store-os kéri. Uh-huh. Igen, de hogyha... De várj, jogos. A Microsoftnak csak azért kell felelősséget vállalni, amit ő csinál. Az igaz. De amikor Steamen keresztül feltelepítettek egy játékot, akkor... Igen, de az azért nem azért nem mutatja Windowson belül, hogy mihez fér hozzá, mert hogyha kiderül a Steamről, hogy neked a Counter-Strike-on keresztül ki tudták szedni a lakcímedet, az nem a Microsoft felelősség, hanem a Steamé. Azt neki kellene mutogatni, ez nem igaz. A Microsofté, mert a Microsoftnak nincs semmi köze hozzá relatív, csak a platformon. A platformot, nem, még csak a platformot se adja. Uh-huh. Gyakorlatilag annyi, hogy egy supporti tab a Steam. Igen. Úgyhogy ez amiatt van szerintem. Na, hát... Lehet, hogy benne van valami szerződésben más. Itt írja Ivas, hogy a hipházban úgy be lehet állítani, hogy minek engedélyezett, hogy használja. Vagy minek nem. Amúgy, ja, tényleg. Uh-huh.
akkor legalább jelzi. Jani arra gondolt, hogy amikor indítjátok az először indítotok egy játékot, hogy nem jön fel egy ilyen kis kártya, tudjátok, hogy akkor elfogadod, hogy ez meg ez meg ez meg ez meg ez. Mindenkor kb. Mint amikor adminisztrációs jogokat adsz valami. Igen. Tehát az, hogy közben már jelzi, az egy dolog. De még egyszer mondom, ez nem a Microsoft felelőssége az én olvasatomban. Nem, ez egyáltalán nem, csak hogy fura, hogy ez így nincs jobban bele égetve a Windowsba. Igen. Minden esetre mondom, furcsa ez az élet, hogy hogyan zajlik, meg miként. Én azt látom, hogy újabb és újabb eszközök vannak az embereknek gyakorlatilag az elcsavarására. Tehát tulajdonképpen azt tudjátok, hogy minden ilyen applikáció fejlesztésekor, amikor tudjátok ilyen Facebookot, meg Twittert, meg ilyeneket fejlesztenek, meg Instagramot, minden egyes animáció, minden egyes hanghatás, minden egyes effekt, ami a UI-t érint itt a felhasználó felületet, mind-mind ilyen iszonyatosan mély kutatásoknak az eredménye. Uh-huh. Most mondok egy példát. Tehát, nagyon sokáig vizsgált, kutatott dolog az, hogy amikor lehúztok, tudjátok, a newsfeed tetején, akkor tudod, van egy rubber banding, megpörög egy kicsit, meg csinál ilyen, egy ilyet, az mind ilyen trigger az agyadnak. Érted? Lehet. Ilyen tudatalatti trigger, hogy úgy, de jó. Még egyszer. Még lefrissítem. Érted? Ezek mind ilyen minitriggerek, amikre nem figyelünk oda, de erről iszonyabb pszichológiai tanulmányok vannak, hogy mik azok a dolgok, amikre függnek az emberek. És gyakorlatilag látjátok azt, hogy miből mik fejlődtek, és amikor eljutunk odáig, hogy TikTok, érted? Akkor már gyakorlatilag arról van szó, hogy már ilyen 8 másodperces szart nézel, érted? Tehát már semmi nincs benne, érted? Az ég egy adta világon, de akkor is nyomod a pöré is, betölt, kinagyít, összemegy, görög, egyre több, még több info, még több, érted? Ez mind ilyen pszichológia, ami gyakorlatilag azért van csinálva. Ezért van az, hogy annak idején a ládanyitásokkor is, tudod, csillanás, csing-csing, kinyitási animáció, először így morog a láda, és aztán nyílik ki. Ez mind pszichológia. És két fény van már előre, tudod, hogy ez, tudod, izé. Szar lesz. Ez mind pszichológia. Vagy arany. És gyakorlatilag ez mind arra irányul rá, hogy minél jobban ráfüggél, és minél többet akarjál belőle. Minél faszább legyen, minél menőbb. Ezért vannak egyébként, olvasatok utána, ez nagyon kemény. Igen, de amúgy a rendes játékgépek is ezért villognak, csillognak. És mindenféle hangeffektekkel vannak tele. Tehát a rendes játékgép. Ja, félkörű rablók. Csilingel, zenél, villog, minden. Világít. Azért van ez olyan ősi dolog már, hogy az emberek mire kattannak rá. És az a durva, hogy nem érdekel, hogy valami világít. Nem. Tudatalat. Az agyad rakja össze ezeket a dolgokat. Ezek nem olyan dolgok, amikre gondolunk. Ezek ilyen ösztönös triggerek, amik elősegítik ezeket a dolgokat. Higgyétek el, hát hány olyan dolog van, gondoltok egy napon belül, hogy előkapjátok, és közül, mint amilyen 30 másodperc néztetek meg a Facebook feedet, de azért frissítünk egy, és mit csinál a Facebook? Egy kicsit összerendezi. Egy kicsit más. Egy kicsit összerendezi. Egy kicsit több suggestedet kapsz, hogy láss egy kicsit újat. Megint van valami új. Igen. Érted? Megint van valami új. Mi van, ha volt? Érted? Ez a... Egyébként önmagában a telefonhoz való függés is ehhez. Persze. Kérdező, hogy világít a kijelző. Igen. És ott is ugye ez a görgetés, nagyon lehet kattani. Corey Messnek nagyon-nagyon igaza van, az egyik legállatabb ilyen marketing fogás volt a Kinder tojás. Gyakorlatilag. Okay. Tehát, mi volt az alapkoncepció a Kinder tojásnál? Nagyon egyszerű egyébként a dolog. Úgy adjunk édességet, úgy próbáljunk meg több édességet eladni, hogy adunk hozzá játékot. Nagyon zsír. Érted? De a Kinder tojásnak nem ez volt az atomrobbanása, hanem hogy nem tudod, hogy mi van benne! Nem tudod! Bazd meg! És ilyen egyszerű trükkel, tegyük bele, bazd meg! Érted? A kis köcsögök nem fogják tudni, baszki, hogy mi van benne, megbolondul. És ráadásul, ami a zseniális szerintem a Kinder tojásban, hogy alig kell csokit eladni. Ja, lófasz csoki nincs. Lófasz csoki. Hát az semmi. Mi az? Szerintem a Kinder tojás semmi. Körülbelül egy rudi olyan Kinder rudi. Tudjátok, hát, az de a, én még szerintem a Kinder annyi sincs, de ja, körülbelül. Érted? Nagyjából annyi csoki. Tehát lófasz, tehát gyakorlatilag, érted? És benne van egy műanyag játék, ami gyakorlatilag ilyen fröccsöntött kínai szar, ami olcsóbb, mint ez a régi gyújtó, tudod? Bizony. És bazeg, nem tudod, mi van benne, és megbolondulsz. Igen. Óriási marketingfogás. Amúgy és az a triggert az agyadba, a kíváncsiságot, az izgalmat próbálták meg gyakorlatilag stimulálni ezzel a dologgal, és a gyerekek megvesztek tőle. Vajon mi van benne? Igen. És mindenki lesz ad a csokit. Na jó, nem. Kurva finom a Kinder csoki. Finom az az igaz. Én nem úgy voltam a boltba. Ha most már nem annyira finom, mint régebben. Azt is, az se olyan már, mint régen. Én mindig olyan szeretem. Finom, amúgy nagyon finom, de régebben amúgy édesebb volt, nem? Csak én gondolom, én magyarázom be magam. Nem tudom. Én a múltkor sétálgattam a boltba, képzeld el, esendőség, 2.0, és így eszembe jutott a trigger. Eszembe jutott egy tévéreklám, hogy van valami Kinder kártya.
Kinderkártya. Igen. Jaj, tudom. Olyan, mint egy bankkártya, bazd meg. Tudom. Tudod, az fele ilyen nápa is. Igen, tudom. A másik fele meg a csoki, meg a tegen, jó, érted? És így eszembe jutott, és mondom, hát csak megint kóstolni, bazd meg. Tehát így? De az kúra. Tudod, mi van a szar? Az kúra, nem, az nem szar. Rohanékok. Az nagyon nem szar. Rápróbálom, a kurva anyját, amúgy geci jó. És olyan rohadt kibaszott kurva drága, hogy kegyetlen. Drága, de kurva finom. De kibaszott jó. Kicsit olyan kinderbolnós íze van, csak egy picit máshogy. Na, én nem vagyok benne biztos, hogy az ízelő bimbaim öregedtek meg. Mostanában mindenből szeretik kivenni a cukrot. Ja, igen, ez egy trend. De ennek adózás oka van, nem? Adózás, persze. Egyetemen az az oka. De ettől függetlenül mostanában kevesebb cukor van a dolgokban, és szerintem régebben több cukor volt benne. Ja, hát meg lehet. Meg nem lehet, nem biztos, tehát ezt csak én mondom, hogy régebben szerintem édesebb volt, de nem tudom. Hát, ha valaki a kindergyárban dolgozik, és megmondja. Tudod, igen. 25 éve már ott. Ez az édesség amúgy egy kurva geci dolog. Amúgy. Az egyébként tényleg van. Én rettentő sokáig alig ettem valami édességet, bazd meg, és akkor így nem tudom. Rá lehet kattani nagyon. Nagyon durván. Hát ez de nagyon durván mint a droga amúgy. Iszonyat durván. És most magamon észrevettem, hogy mondom, én egy hónapban egyszer ettem valami csokit. De legfeljebb. Érdek? És így nem tudom, így tudod, így kap az ember, hogy megkóstolja, és így akkor van jelen. Az a baj, az olyan, mint a droga amúgy, az édesség. Hát a cukor. Igaz, azt szerint a cukor olyan, mint a drog. Cukor. De amúgy ez bizonyított dolog. Tehát gyakorlatilag a cukor drog. Csak ez egy elfogadott, széles körben elfogadott drog. Igen. A cukor. De hát ez ilyen. Tudod, hogy mi volt? Én mondtam neked, hogy rettentően kedvelem a piros magyaróst. Tudom. Mint olyan. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tudom. És bazeg, a múltkor kaptam, szülinapomra kaptam egy ilyen tábla milkacsokit, tudod, azt az egész magyaróst szimárom. Uh-huh. De kurva régen ettem olyat. És így az elmúlt 3 hónapban én mindig olyan piros magyaróst vettem. Öcsém, a Milka bazd meg egy cukorbomba! Hát, ezt én... Így bekaptam abban egy kockát, és így... Hú, én... várjál! Igen. Én megmondom őszintén, én nem szeretem most a Milkát. Te jutottam arra szintén. Tényleg? Nem. Régebben nagyon szerettem, és egyszerűen már nekem annyira rohadtul édes, biztos megöregedett az ízelő bimbó. Annyira rohadt édes, hogy egyszerűen nem bírom. Nem azt mondom, tehát hogyha valaki megkínál vele, nem mondom azt, hogy na jót akar, hogy nem. Tehát bekapom az én is, hogy Milkát, nem arra de van szó. De furcsán édes. De nem mondom, vennék így magamtól. Hogyha amúgy esztek csak itt, ne egyetek, majd agadtak lesztek tőle, de próbáljátok ki azt, hogy mit tudom én, egy-két napig esztek mondjuk egy-egy kocka ilyen piros magyarós, és utána rápróbáltok egy ilyen magyarós Milkára. Öcsém! Mondom, rendesen pofán vágott. Aztán a harmadik kocka után már így ilyen két kockánként, meg csíkonként, meg négy csíkonként ment. És a ragadt a száj. És így átlott a faszomba. Az igen. Hát igen. Persze, igen. Nagyon könnyű volt a váltás, csak így éreztem úgy hirtelen. Igen. Úgy éreztem úgy hirtelen. De mondom, én a piros magyarós nagyon finom. Nekem én mondom őszintén, a tej csak is szeretem, de az éj csak is finom. Nekem ami az ultimate, az a lint. A lintet nagyon ezt szeretem? Ezt egyszerűen, tehát gyakorlatilag bármelyik fajtáját. Tehát annyira szeretem a lintet, igen. Én nem tudom, én megmondom őszintén, hogy így az édesek közül, én nem tudom, én mindig a magyarósat szerettem nagyon. Ezt én is nem. Meg a mazsolás magyarós. Magyarós mazsolás. Hát igen, én is szeretem azt, de van, aki nem szereti annyira mazsolát. De én is, azt én is szeretem amúgy. Nem tudom. Nekem a piros magyarós úgy bossz. Amúgy az is jó. Meg amit korábban beszéltünk a Snickers, mert hát az godlike, az valami, nem tudom, azt UFO-k hozták. A Snickers, igen, az mindig. Igen. De amúgy én a sportszeletet is szeretem. Az is. Én tudod, melyiket szerettem a sportszeletből? Azt a kis a téglalap alakú alufóliát. Tudom, hát egy kemény szóval volt. És tudom, az jó volt, mert annak az alja meg a tetején keményebb volt. Keményebb volt, és így pattant, tudod, és így igazából így elszapogattad. Van, nekem az volt a best. Az volt a best. Nekem az volt a best. Mert a nagy sportszeletek azok puhák már. Nem tudom, nekem az a kicsi volt. Az adta nekem nagyon. Igen. Az nagyon bejött. Hú, meg régebben ettem ezt a bot, az a szamba? Volt szamba, igen. Szamba, meg volt az a másik, az a diós. Erről beszéltünk már, bohóc, igen. A kapucinár volt, a bohóc, a szamba, meg az ezek autós. Ezek voltak. Az autós szerep. Tényleg beszéltünk már erről, basszus. Igen, mert a kapucinár volt a kávés. A bohóc volt az a rumos diós szerep. Nem, de az a narancsos volt, nem? Nem, az nem, a... az epres, az eperjó. Az édes jó, vagy nem? Eperjó. 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 Az eperjó volt. A szamba volt a
A lottó volt a diós. A lottó volt a diós. Igen. És a bohóc az a narancsos volt, igen, nem? Az autós a kókuszos volt. Nem, nem, a szamba volt az epres. A szamba nem epres volt. Akkor cseresznyés. Megyes, megyes cseresznyés. Az, igen. Az tuti. Igen. Igen. Banános is volt. Na ne basszatok. Volt. Volt. Az mi volt az? Volt banános. Azt nem a sárga cucc volt benne. Ha. Az autós volt a kókuszos. Igen, az tudja, hogy az volt. A bohóc az ilyen rumos diós volt, nem? Igen. Hát az E-periód is elrontották, igen. Pedig az is kurva jó volt régen. Nézem. Most már nem az igazi. Bohóc, lehet, hogy igazatok van, csak meg akarom nézni. Bohóc szelet. Na most nézd meg, ez narancsos, hogy milyen ez? Bohóc ízvilág, rohadjál meg, azt nem írtad rá, bazd meg, hogy milyen. És csak rumos narancsos. Rumos narancsos, akkor igazad akkor volt. Igazam, narancsos, mondom, rumos, igen, az nem volt kókuszos. Arra emlékeztem, hogy nem az volt a kókuszos. Rumos, de ez igaz, szerint ezek még vannak? Vannak, hogy azért lennének? Mondom, hogy... Narancsos, igen. Ezek még vannak. Igen, volt banános. Csak ez nem volt olyan rossz amúgy. Csokobanán, az volt? Valami ilyesmi volt. Nem, hát az más, az a mostani, tudod, az a kis banán alakú. Jaj, de nem, én nem arra gondoltam. Az finom amúgy. Ez a régi banános, csak nekem nincs meg így fejben. Vadász is volt, igen, az se volt rossz amúgy a vadász. Uh-huh. Az is ilyen... Az is rumos, ilyen nem? Likőrös, valami likőr. Valami likőr. Likőrös volt. Valami alkoholos volt. Igen, az ilyen likőrös. 18 éven aluljak számára. Hát nem, mert a csokiba beleöntötték a orgász aromát, az csá. De akkor is jó volt. Volt piros meg zöld. Az is abban volt, az volt a különbség ott is, hogy ét meg... Tejcsok is. Aha. Vadász. Igen. A Milky Way nem volt olyan rossz. Az nagyon jó volt. A Milky Way. Amúgy az még most is egész jó. Én tudom, mit szedtem a Milky Way-ből? A kenőt? Jaj! Mert ott tudod, ilyen spirál. Igen, az eszméletlen volt. Volt a Nutella, az is jó volt, de, azt lehetett a Milky Way, és olyan... És az még van még? És hogy rohadjon meg. Én nem látom sehol. Nem az a lényeg, nem tudom. De bazd meg, a szemét rohadék a reklámba, úgy kente a csíkos lett, bazd meg. És sose lehetett úgy kente, hogy a kurva anyját, bassz meg. Rohadjon meg amúgy. Azért vettünk annyit belőle. És aztán rájöttem, hogy lehet, hogy azért, mert ő kurva vastagon kenni. Nem, lehet, hogy azért, mert kibaszott reklám volt. Azért, mert reklám volt. Érted? És azért vettünk belőle többet, bazd meg. Hogy csíkosra tud kenni, és nem tudtad bazd meg. És hogy átvertek. Igen, erre én is emlékszem. És nekem is gondom volt ebből, hogy kentem, és mindig csak ilyen barlás. Soha kurva életben nem tudtad csíkosra kenni. Elmond basszol. Ahogy azt a mocskos fokrémet se lehet kinyomni úgy bazd meg, hogy olyan igen. legyen. Igen. Na mindegy, nem is az a lényeg. De, arra nagyobb az esély amúgy. Nagyobb. A Milky Way csíkos kenés, az lehetetlen. Igen, de az kurva finom volt, a kenős Milky Way. Az nekem nagyon bejött. Az hát az nekünk is, nekem nagyon ritkán volt a Milky Way-em, de az nagyon finom volt. Nem vettünk sokszor, úgy mondom. Az drága volt. Drágább volt, mint a Nutella szerintem. Vagy nem? Drágább nem volt. A Nutella az még a legdrágább volt, de valahogy ott körül volt amúgy. Lehet. Nem, a Nutella az nagyon drága volt, de most is olyan drága, is drága, drága. Drága. Hát azokat ez kész amúgy, igen. Majdnem drágább, mint a cigi. Hát már lassan aranyárban van. Amúgy. Igen. Nem tudom, én a Twixet nem szerettem soha. A Twixet? Nem? Mm-mm. Nem, szerintem nem rossz az. Nem tudom miért. Nem nekem az a nugátos karamellás cucc, nekem sok volt benne. Aha. Olyan tömény volt tőle, vagy nem is tudom. Lehet. Nem is tudom. A Bounty-t azt nagyon szerettem, mindig a Lion-t is imádtam, mindig kukoricapályából csak olyat eszek. Meg a... Hát az Magyarországon nem volt kapható, de ha ismeritek, tehát az abszolút top, az a Reese-nek van a... Tudod, van a Reese. Hogyne. És annak van az a mogyoróvajas kockája. Ja. Az is jó nagyon. Göcsi. Húristen. Azt nem sajnálom, hogy nincs Magyarországon. Ha lenne be, én betiltottnám. Érted? Tünti lenne. Tüntizés lenne, bazd meg, hogy ne legyen. Hát, igen. Köszi szépen a Milky Way krémes linkeket. Na itt van, tessék. Veszünk belőle. Van még. Ott van, 1005, azonnal. 1998-ban gyártották. Nem, csak viccelek. De itt van, megvan. Köszi. Azt is nagyon szeretem, srácok. Azt is nagyon szeretem, a Toblerone-t, az kibaszott jó, nem tudom, én ezt imádom. A Toblerone-t, a simát, a sárgát. Hogyne. Az nagyon finom. Úristen, hány kiló lett rajtam a kurva repterek miatt, bazdnak, hogy rohadjanak meg. És most már van belőle, tudtad, ilyen kicsi? Micsoda? Olyan, mint a csoki szeret. Nem tudtam. Pici. Nem az a nagy háromszögi? Olyan, csak kicsi. Csak... Tudod, mint egy
egy sneaker. Mindig kis sneaker. Csak egy Toblerónát. Nem láttam, hogy van ilyen. És azt tudtad, van belőle fagyi? Jégkrém. Nem. Pálcás jégkrém, de van. De menj már! Ezek nem tudtam. Van. Hú, van és jó. Hát gondolom akkor. És ugyanúgy benne vannak egy kis darabkák. Minden. Azok is. Toblerón. Jajjaj. Jajjaj. Én a Toblerónét sem szerettem annyira nagyon, srácok. Ő soha. Azt is amiatt az alsó nugát geci miatt. Vagy mi volt az az a... Melyik? A Toblerone. Nem Toblerone. Nem Toblerone, azért mondom. Tofifi. Tofifi. Na, én azt nagyon szerettem, meg szeretem is. Beleragadt a fogadba az a geci. Igen, és az a baj, hogy egyszer, emlékszem, egy húsvétkor annyit ettem belőle, amit nem kellett volna. Tehát, hogy gyakorlatilag már szarul voltam tőle. És egy kicsit azóta, hát, nem azt mondom, hogy rosszul vagyok tőle, mert azért meg tudom enni, de nem annyira esik jól. Igen. Kicsit sokat ettem belőle. Pedig amúgy nagyon finom. Én szeretem. Igen, valamit láttam itt az előbb, amit írtatok, amit szintén nem szerettem, pedig mások nagyon szerették. Igen, én a Balaton szeretet nem szerettem soha. A Balaton szeretet? Azt én se. Azt kézzel, de én se. Nem tudom, azt nem. És én amúgy alapvetően ezeket az ostyás cuccokat nem szeretem. Annyira. Mondjuk kivétel a Knoppers. Az is jó, de van egy az másik. Vagy Knoppers. No, az a rózsaszín. Rózsaszín. Manner. Manner. Az, na jó, a Manner az jó. Manner jó. De az más, mert az nem ostyás csoki, hanem az rendes nápolyi gyakorlatilag. Igen, igen, azt kubrom. Az finom. Manner a Manner best. Az best. A Balaton szelet az nem. Nekem az nem jött át. Nekem az sem. Nekem se. Meg van amúgy az azt nem is kóstoltam. A sport szeletnek is van már ilyenje. Na, leszarom. Nem tudom. Ú, az after eight, bazd. És a ízése jön be. A Milky? A Milkának a... Van az a... Tudom. A neve. Tudom. Nem. Ugyanaz, mint a Balaton szelet, csak Milka. Na, az is szar. Vagyis nekem nem jön be. Az after eight-tel megölsz. Engem megölsz after eight-tel. Tehát szerintem van egy világító szemű, maszkos, csukjás, bosszúálló, érted? Egy kibaszott nagy robbanófejes nyillal, vagyis íjjal gyakorlatilag, és robbanófejes nyilakkal vadászik azokra, akik after eight-et esznek. Hát lehet, nem tudom. Én meg tudom enni az after eight-et, vagyis meg a mentolos csokikat is. Tehát nekem az a nincs, figyelj, de ahhoz külön hangulat kell. Tehát ez nem úgy működik. Ide figyelj, nekem kiskoromban, nem tudom hány éves lehettem, anyukám valamilyen nem tudom, valamilyen üzleti helyen volt, vagy valamilyen ilyen meetingem, én nem tudom, mi a faszomon, és kaptak egy ilyen doboz after eight-et, tudod. És azt hittem, hogy rendes és én kicsi volt, és csoki. Érted? És beleharaptam. Érted? Na az úgy szar. Úgy szar, hogy arra számítasz, hogy ez itt rendes csoki. Ha gondolattal lehetett volna népeket írtani, bazdmeg. De komolyan. És azóta is bennem van. Fókrém, akkor látom, jaj, after eight, és így látom, hogy egyet, bazd meg, egyet, minél kevesebb legyen a kurva anyád. Utálom. Fú, de úristen, az Uber beleégett az agyamba, érted? Retkes, mentolos csoki, baszki. A kurva anyád, hogy összefokrémezem, bazd meg, hát, a Milkárat akkor olyan kurvára ízlik. Fú, de utáltam. Mondom, az én sem tudnám minden nap enni, mert az Isten ments. De egyszer-egyszerű meg lehet enni. Na jó, mindig mondom, nekem ez egy seb. Igen, igen. A dianás cukor, ne beszéljünk erről. Mi van? Azt kurvára szerettem. Én sose ettem. Nem? Nekem nem jött be. Én nekem, fú, én azt régen egyszer imádtam. Én nem, én nagyon nem. Nem? Fú, nekem az nagyon... A trikitről nem beszélünk, mert arról beszéltünk egy előző műsorban nagyon sokat. Na mindegy, hagyjuk. Mi az? Engem nem, erre nem. Tehát én azt lehet ezért nem lettem, ezért nem iszok. A dianás cukor miatt, mert sokat ettem kiskoromban. Lehet. Na mindegy. Hagyjuk. Nem, az nem. Én nem tudom, én azt nem ettem, azt nekem sose íz lett. Nekem az valahogy sose. Nem? De mi miatt? Mármint, hogy a csoki, amúgy nem volt össze. Nem, engem nem adta. Nem adta. Az volt még ilyen a téli fagyi. Na azt én sem szerettem. Kibaszott úgy láttam. Azt nem, a téli fagyit nem. Nem volt finom benne az a szar. Nekem nem íz lett. Nem, egyszerűen nem. Nem. A izéket viszont nagyon szerettem. A francia drazsé, Dunakavics. Azokat én is. Igaz, az az igazi, érted? Tehát gyakorlatilag az szerintem jó. Azt fogorvosok gyártották. A Dunakavics az... Azt fogorvosok gyártották, érted? Ott volt az, hogy fent a fúró. Egyet, bassz meg, egyet. Az a Dunakavics, az gyakorlatilag tényleg fogtörő. Kapták, bassz meg, így hóvégén az eladási számokat. Hű, bassz meg, úgy gyémán fel kell a kurva anyját. Érted? Annyira durva volt. Úgyhogy azt tudta elmondani azt, hogy ezt fogorvosok csinálták, vagy ha nem, hülyék. Hogy nem ők találták ki. Az tényleg nagyon durva.
Igen. Nekem szerencsére lekopogom, de nem tört belefogam ilyenbe, de van is olyan, akik igen. Igen. Az M&M-set ezt nagyon szerettem, de csak amúgy is volt a sárgát. Ó, én mindig ezt szeretem. Tudom. Tudom. A karamellás. Én amúgy is ezt szerettem belőle. A mogy, jó volt, az finom nagyon. Igen. Francia dazséból ott nem tudom megmondani, hogy azt szemre ettük, vagy zacskóra. Tudom, mi volt eltiltva kiskoromban? Na. A golyórágú. Tudod, hogy tudom. Na. Tudom. Én egy ideig nem tudtam, hogy ezt szeret rágni. Igen. Nyertem, mint kacsa a nokedlit. Ne szopad. Hát addig kicsit szopkodtam, míg éles volt, tudom. Itt legyen, de... Voltam, hogy 4 éves. Hát nem, én egyszer azon... Tudom, hogy vegyétek már tőle, baszd meg. Én egyszer azon úgy jártam, hogy annyit bementem, hogy nem tudtam már rágni. Tudod, így... Amikor az egész szádban... Nem is egy rohadvány, baszd meg, mert van, vagy nem tudom, 30 másodpercig íze. Körülbelül. Na, még annyi sem amúgy. Igen. Fú, de király volt az a kibaszott golyórágó. És az elején fasz a kemény volt. Igen. Érted? Ah, ja. Igen, igen. És az volt a baj, hogy ugye, hogyha az elején szétharaptad, az azért nagyon kemény volt. Kemény volt. Tehát egy kicsit szopogadni kellett, de emiatt, amikor már eljutott odáig, hogy már rágó formátum volt a szádban, akkor már nem volt íze. Igen. Tehát, hogy így nem találták ki ezt jól. Igen. Igen. Szerintem a legjobb ízesített rágó ever az a Hubba Bubba volt. A Hubba Bubba. Nagyra ragad, sose ragad. Igen, az jó. Abba voltam egyes. Az, az bármikor meg tudnám érteni. A francba. Ez az jutott az íze. Igen, az nagyon jó. Annyira állat, ilyen, tudod, színe volt. Igen, és az a műveggy íz a legjobb amúgy. És nagyon sok volt megy. Íze, és kurva nagyra lehetett fújni, bazd meg. Az nagyon jó. Az volt a legjobb gyümölcsös rágó, meg a Juicy Fruit. Igen. A Wrigley-től. Igen, igen, igen. Nekem, ami a legnagyobb csalódás ilyen édességben, az a fekete Haribo. Tudod, az a... Én nem tudod, hogy jövök a gumicukorral. Medvecukor az. Tudjátok, az, hogy vagyok a gumicukorral. A merőcukor, igen. Az, tehát kész. Imádtam a gumicukrot, és először azt megkóstoltam, és így... A kurva élete. A izének van olyan íze, a bocskorszínak, nem? A bocskorszín volt olyan. Az volt, úgy így hívták, ha jól tudom, hogy bocskorszín. Az az ánizsos, undorító, az. Az a redvás szar. Fúj. A bocskorszínek nem olyan íze az. Attól az a meg lehet, és tudom, hogy valaki nagyon szereti. Igen, igen, a bocskorszín. Annak volt olyan íze, igen. Az. Ez nem, azt nem lehet megenni. Én utálom az összes gumicukrot a faszomba. Fúj. Én nagyon szerettem amúgy, tudom. Szeretem, de azt azzal a világból ki lehet kergetni engem. Főleg, mikor tudjátok, így gyerekkorotokban így megszokjátok a finom, mint Haribo kis izéket. Ez is Haribo, biztos finom. Megkóstoltam, és így... Ez a pokol. Emlékszel, hogy mikor kint voltunk elében, akkor ott a cukorkabalú volt kilós? Jaj. Mármint egy maci. Egy maci, egy kiló. Egy maci, egy kilós volt. Ekkora nagy maci volt. Gumicukor. És ilyen, tudod, ilyen olyan csomagolásban volt, mint egy ilyen szuperhős figura. Igen, 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 igen. Na, az durva lehet. Azt nem vettük meg. De van olyan. Tudod, mire emlékeztem még, bazd meg? Most így hirtelen beugrott. Csak az a baj, tényleg szerintem az futhatott egy 2-3 évig, nem tudom. Amikor én kicsi voltam, de nagyon kicsi. Tehát ez ilyen... Nem nagyon? 95-6? Emlékeztem még a Dracula rágóra? Ami fekete Dracula volt. Dracula rágó. Nem. Nekem az nincs meg. Az a Dracula rágó. Még ez van, meg még egy van. Ami eszembe jutott. Hirtelen. Majd mindjárt segítetek. Nem tudom, hogy emlékszik-e valaki a Dracula rágóra, ha nem emlékeztek rá, mindegy, de van szarva. A másik rágógumi, ami meg beszarás volt, csak annak a nevére nem emlékszem. Na mi? Na, az nagy kedvencem volt. Volt egy olyan cukorpaper rágó, ami volt töltelék a közepében? Igen, és kívül geci savanyú volt, de ilyen kibaszott savanyú. Azt tudom, melyik. Belül meg édes volt az, aki olyan mondta, hogy lekvár lett volna az benne. Nagyon jó. Annak volt. Mi volt a neve? Nem tudom, mi volt a neve, de az se tartott sokáig. De nem. Addig, amikor elrágtad, jó Isten. Így kívül savanyú volt, de kurva, sok. Az, a lehet, az sok. Lehet, az. A sok volt, bazd meg. Baszki, de tudja, hogy az volt. Volt az. Nem? Igen. Az, tudja, hogy a sok. Center sok. Szentesok? Keresünk rá. Lehet. Tevehere. Olyan is amúgy van. Amúgy olyan is van, tényleg. Nem. De, hát nem tudom, hogy volt leírva. Dino, meg a Dino Eggs is amúgy, szerintem ugyanarról beszélünk. Az biztos, hogy az. Itt van! Szentesok! Szentesok!
centások, ebbe a zöld csomag volt, hogy a kurva anyját bassza meg. És kurva savanyú volt. És mocskosul savanyú volt kívül, és ahogy elharaptad. Emlékszem az ízére volt. Ez így szopkod, azt a kurva rancsony, és így elharapt, és jaj, igen. Igen, meg rágó lett belőle. Az, á, bassz meg, az kurva jó volt. Gyerekkorunk ízei. És én meg kurvasokat nyalókáztam. Na. És arra emlékeztek arra nyarok, hogy még síp volt, miután elnyom, az kurva jó volt. Akkor tudom, mi volt méter alatt. Akkor is nyomtam a sípot. Ja. A sípos is. Meg voltak ezek az undorító ilyen cukrok, amikor tudjátok, ilyen fülzsír kellett tenni. Láttam olyat? Nem. Nem mi? Én azt a koponyát láttam, aminek a szeméből jött a lomfasz. Meg a szeméből jött a vér, meg volt ilyen véres, ilyen nagyon durvák volt. Én azokban sose ettem. Én olyanokat ettem. Én a ízét szerettem nagyon. Nagyon jó nekem egy nyalóka volt, amit még ilyen általános iskolás koromban azt nagyon pergettem, a Chupa Chupsnak az originálja. Amely kívül ez a piros epres ízű volt, és mikor leszapogattad, rágó lett belőle. Ja. Igen. Az a best. Nekem az volt a best, a Chupa Chups-tól a rágós Chupa Chups. Az best. De igen. Amúgy ezekből a cuccokból tudom, hogy miről beszélsz, de abból sose ettem. Nem, azok durva cuccok voltak, igen. A kakasos nyalóka. Hát olyan van. Igen. Ott a piros. Ja. Igen. Az a Melody Pops, az volt. Azaz, a sípos. Tuti. Voltak ilyen érdekesek. Na mindegy, hát voltak ilyen érdekes dolgok. Mm-hmm. Jók voltak ezek. Volt olyan is elején. Hát na. Igen, amikor szétvágta a nyelved az óka. Tudom, pergett, igen. Meg a szájpadlásodat. Az. Igen. Hát, na srácok, igen. Az volt, basszátok meg, a izé. Tehát az a szipusz szint volt nekem. És sose nyomadtam. Volt az a kis műanyagüveges szörppor. Hát én magába nyomtam. Én magába nyomtam. Fú, de utáltam, bazd meg. Úgy baszki, hogy de az ott, nekem az ott az alja. Tehát az az alja, mint ilyen alja, az kurva finom az volt. Az alja, bazd meg. Tehát annál olcsóbban gyakorlatilag szerintem hát csak száraz csemperagasztót lehetett venni, bazd meg. Nem tudom, mennyibe került, de kurva olcsó volt. Fú, de utáltam azt a szart. Pedig kurva, és sose csináltam meg izé üdítőnek. Jöntött senki. Úgy. És az a baj, hogy mivel túl közel öntöttem, rájöttem, ezért a nyálammal így össze keveredett ez a dolog, és beleragadt. És ki utáltam. Kellett nyomni. Ez az. Az, ilyen 25 forint volt, hogy ennyi, bazd meg. Nagyon és abban abba nagyon csíp, ilyen műanyag kis palackban volt, igen. Vagy mi az. Igen. Fú, de utáltam. Igen, azt üdítőnek kellett volna összekeverni vízzel. Igen, de hát senki nem tette. Nem is értem, hogy miért állottak ilyet a suli büfében, hogy ki az, aki fog egy poharat meg vízet. Hogy miért? Mert vették, bazd meg. Nagyon vették. Az kegyetlen savanyú volt. Nagyon jó volt. Nekem az fú, ott van a link. Ott van! Az. Ott, az a mocskos! És kap be! Két narancsos volt, egy citromos, nem? Az, ez, úgy sose felejtem el ezt az üveget. Igen. Volt jaj, epres is volt, tényleg. Eper, narancs és citromízű. 6900 forint, egy 90 darabos. 1,1 kiló. Na menj. Ilyen por. Á, ezek nem szarakodnak. Na mindegy, ez borzasztó volt. Az volt a legkirályabb dolog az életemben. Jaj, Istenem! Nem olyan drága. Még lehet venni akkor ezek szerint. Jaj, Istenem! Jó volt az. Jó, hagyjátok abban. Ne egyetek édességet, mint akadtak lesznek, mint mi. Na. Hátszok, délután 2-től a következő a program, megpróbáljuk végigvinni ezt a kibaszott, kurva, szájon keffentett, mocskos, rohadt Destroy All Humans. Az UFO-s játékot. Igen, ahol ugye egy rohadtul nehéz boss fight vár ránk, amiben beletört tegnap a vicska. És mivel leszpoilerezték, utána egy még nehezebb, ha ez nem lett volna elég. Úgyhogy ennek függvénye az, hogy lesz-e a Witcher vagy sem. Hogyha értékelhető idő marad a Witcher, akkor még az is lesz. De a mai projekt az, hogy vigyük végig a Destroy All Humans-t. Így van. 2-től, srácok, a szokott időpontban. Pontosan így lesz, srácok. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok. Szevasztok, srácok.